A mai nap egy több részből álló rendezvénysorozat része, amely a lovas hagyományőrzés, illetve a gasztronómia témaköré épül. Ez nem egy nagyon kötött programcsomag, hanem ez inkább egy kicsit szabadabb, kötetlenebb játékosságra, játékokra, időtöltésre ad lehetőséget. A tematika az lovaglás, lovaskocsikázás, állatsimogatás, a gyerekek már itt megnyúzták az összes állatot, gyümölcsök vannak kihelyezve, illetve egy grill készüléken pedig zöldségeket grillezünk éppen a gyermekeknek. Ezzel szeretnénk őket egy kicsit ösztönözni arra, hogy szeressék a zöldségeket, gyümölcsöket, és hogy itt van még a jó idő, jöjjenek ki családostól, csapatostól, és egy kicsit szaladgáljanak, érezzék jól magukat, amíg még lehet. Itt most jó részt óvisok vannak, óvónők és nagymamák. Legközelebb más korosztályt is várnak majd. Akkor később majd különböző csoportokat próbálunk meg ide csábítani. Mindenképpen lesznek a nyugdíjas korúaknak is, szeretnénk egy nagyon szép, kicsit nosztalgikusabb kis napot tartani. Hát reméljük, hogy hasonlóan szép számban összegyűltek. Nekem ez itt reményeim felül van egyébként. Sokkal többen érkeztek, mint amire számítottunk, de minden lehetőség adott a jó szórakozásra mai napon. A nyitott lovarda napon mindent megnézhetnek a látogatók, bárhová bekukkanthatnak, nincs egyetlen veszélyes állat sem. Bárhová bekukkanthatnak, nincs egyetlen egy veszélyes állat sem. Jellemzően lovak vannak, nyugodtan körbe lehet sétálni a lovardában, hátul karámokban vannak tartva lovak, vannak hátul kicsi pónilovak is. Bárki, aki szeretne, kollégánk segítségével fölcsücsülhet rá, tehet velük egy-két kört. Vannak zebráink, zebracsikóink, hátul talán még a láma itt van bent a telepen, de van bivajunk is, fehér szamár, tyúkok, disznók. Úgyhogy kis cicák, kis kutyák gyakorlatilag, ami egy korabeli vagy egy nem olyan régi múlt időből származó családnál megtalálható állatok, azok itt mind megvannak nálunk. Népszerű a játszótér és a rajzolás, lesz még vetélkedő is. Próbáltunk gyerekeknek kicsi apróságokkal kedveskedni, készítettünk színezőket, lesz majd egy-két kis vetélkedő, nagyon egyszerű kis vetélkedő, ami mindenki nyerni fog, előre elárulom. Készítettünk kis ajándékcsomagokat, meg lesznek gyümölcsnyeremények is ugyanúgy. Bízunk benne, hogy a gyermekeknek ez megfelelő szórakozást fog nyújtani, illetve hogy szeretik a kihelyezett gyümölcsöket is. Én a szilvát úgy látom, hogy az fogy a legkevésbé, de mindjárt hozni fogok még ki. Talán most így ősz környékén, hogy kezdődik az ősz, talán ezt a gyümölcsöt szeretném egy kicsit, hogyha jobban fogyasztanák. A lovaskocsis túrára is folyamatosan sorban álltak a gyerekek. Isten igazából lesz majd egy ciklus bemutatónk is, amit az új kollégám fog prezentálni. Folyamatosan megy a kettes fogat, hogy a gyermekeket a kocsikázásra ki a sétányig, illetve vissza, vagy igény szerint. Illetve lesz majd egy lovas bemutató is, ahol nyereg alatt fogja bemutatni az egyik kollégám mindhárom jármódba a lovat, és lehet, hogy egy-két ugrást is kiteszünk a gyerekeknek a kíváncsiságát kielégítve, és azt is meg lehet majd utána simogatni. És egyébként, aki most kedvet kap ahhoz, hogy a gyermekét vagy unokáját ide kihozza, lehet jönni lovagolni? Természetesen minden további nélkül. Teleki Zoltán lovasoktatónál kell jelentkezni. Ő oktat nálunk jelen pillanatban is. És ugye nyilván korlátozottak a lehetőségek, de a lovarda látogatótól bármikor reggel 6-tól délután 4-ig nyitva vagyunk, és a gyerekek itt barátkozhatnak kutyával, cicával, játszóterezhetnek, pónit simogathatnak, akik úgy bátrabbak. Tehát ez azért ösztönzi a gyerekeket a megfelelő állatszeretetre, illetve hogy mégis a négy fal között nőjönnek fel itt a szabad levegőnek a köszönhetően. Itt azért jobban szociálóznak a gyermekek, mint a akárhol máshol, esetleg az okostelefont nyomkodva. Beszéljünk egy picit a lovakról. Milyen fajtájú lovak vannak a lovadában? Hát a Mészáros család Isten igazából az őshonos magyar fajtákon belül a furiózó norsztár tenyésztésnek szentelte az életét, vagy a jövőjét, vagy nem tudom milyenre helyes megfogalmazás. Ebből van magasabb számban törzskancáink, illetve megtalálható a hidegvérű, és ezen túl a magyar hidegvérű, és ezen túl még megtalálható a Welsh póni, illetve a Mini Shetland póni is, illetve van egy zebránk is, és ennek egy szaporulata. Csacsink is van kettő darab idebent, a Vénesen, ami 8 kilométerre található, ott még van további egy darab, tehát azért viszonylag kicsi az állomány belőle, de ebből is van mutatónak, illetve csodájára lehet járni, van egy albino csacsink, illetve egy keresztes csacsink.
És egyébként látjuk, hogy nagyon szelidek a lovak, tehát itt a pici gyereket is oda lehet engedni, és meg simogathatja. Természetesen, Isten igazából itt az a lényeg, hogy az ember bizalmát megnyerjék, megnyerje a lónak, mert hogyha egyszer az meg van nyerve, akkor onnantól kezdve nem lesz olyan, hogy támad az emberrel. Nyilván erre vannak kivételek. Nekünk is van olyan, de azt nyilván nem hozzuk ide a gyermekek közelébe, tehát úgy, ahogy mi sem vagyunk egyformán, ők a lovak sem egyformák.